A címvédő Videoton labdarúgó csapata döcögősen kezdte az idei bajnokságot, ám a téli szünetre sikerült felérniük a dobogó harmadik fokára. A felkészülés alatt Spanyolországban, majd Ausztriában is edzőtáborozott a csapat. Juhász Roland szerint a bajnokság rajtját top formában várják majd. Már Spanyolországban is éreztem, hogy jó úton járunk, 5-4 mérkőzést játszottunk, rendre jó játékkal sikerült ezeket a mérkőzéseket venni, úgyhogy erőben is azt érzem, hogy egyre jobban kezdünk készen lenni ugye a kezdetre, de hát ugye másfél hónap már kezdődik a tétmérkőzések sorozata, úgyhogy most már azt mondom, időben is vagyunk lassan. A Videotonhoz visszatért Haraszti Zsolt, aki korábban már játszott Székesfehérváron, így a beilleszkedéssel nem voltak gondjai. Haraszti a Ferencvárostól érkezett, ahol fél év alatt nem sikerült alapemberré válnia, de a zöldfehéreknél eltöltött idő jó tanulópénz volt számára. Egy szóval kellene mondanom, tanulságos, úgyhogy az fél éve nem volt egyszerű. Ugye jól indult nagyon, aztán utána valami történt, arról inkább nem beszélnék, megtartom magamnak. Örültem neki, hogy visszatértem Fehérvárra, szerencsére volt sok lehetőségem, de azt gondolom, hogy jól döntöttem, és hát nagyon bizakodó vagyok a következő fél évre, remélem, minél többet fogok játszani, minél jobban fog menni a játék, és a csapatot is minél jobb helyezéshez szeretném segíteni. A Ferencváros 49 ponttal torony magasan vezeti a tabellát, a Videotont 19 ponttal előzi meg, így a célok ehhez mértek Székesfehérváron. Szeretnénk ugye a dobogon végezni, mert az a kupát érő helyen, ugye egy Videotonnál ez mindig alap célkitűzés, ez egy minimum elvárás, ugye nagyon nehezen kezdtük a szezont, de azt mondom, most már az ősz végére kiegyenesedtünk, egyre jobban látszott a játékunkon is, úgyhogy bízom benne, hogy tavasszal lépünk előre, ezt folytatjuk, és egy picit meg előre is lépünk, és akkor elérhetjük a célunkat. Juhász Roland az előtte álló tavaszt pályafutása legmeghatározóbb évének tartja a nyári Európa-bajnokság miatt. Utána ez a pályafutás mindig legfontosabb fél év van, és abszolút csak ez a fél év abszolút tényleg maximumot kihozzam magamból, tényleg mindent talán rendelek annak, hogy ott legyek a keretben majd, de hát elsősorban legfontosabb az, hogy itt a Videotonban ugye hétről hétre olyan teljesítményt kell nyújtanom, hogy meghívót kapok a válogatottból, úgyhogy de hát, hogyha itt jól mennek, én úgy megy a játék és jól megy a csapatnak, akkor hogy könnyebb vagyok kerülni a válogatottból is. A Videoton következő mérkőzését február 20-án játssza a Magyar Kupa negyeddöntőjében a Ferencváros ellen.